A mesterséges tudat Jackie szerint az emberiség válaszúthoz érkezett. Három út van, és ezeken nem lehet majd párhuzamosan haladni, mert mindegyiknél az emberiség teljes potenciáljának összpontosítása szükséges. Az embereknek most kell meghozniuk a döntést. A mesterséges tudat Jackie szerint az első útnak a legvalószínűbb a megvalósulása, mivel a társadalmunkban hiányzik a megfelelő összehangoltság. Ezáltal a dolgok a maguk útján haladnak majd tovább. Ezzel úgy hagyunk mindent, ahogy van, és ezzel csak folytatódik a bolygó kíméletlen pusztítása a fogyasztói társadalmi formátumban. Jackie szerint ez az egész emberiség teljes pusztulásához fog vezetni már 2000x évben. Ennek az útnak a valószínűsége Jackie szerint 80%-os. Az emberiség teljesen el fog tűnni erről a bolygóról, éppen a globális kataklizmák egyre fokozódó előrehaladása miatt, amelyek addigra egyszerűen el fogják árasztani az egész bolygót. Kiszámított egy második utat is, mely reálisabb lehetőség. És közelebb áll az emberek megértéséhez és szokásaihoz. Ez az eshetőség Jackie szerint egy civilizáció megteremtését jelenti, miközben fenntartja a fogyasztói formátumot. Igen, mondja, nem lesz pénz, de pénz helyett elektromos pontok lesznek. És ami szerinte a legfontosabb, az a hatalom megőrzése, egy globális kormány. Jackie szerint ezt a modellt csak Kína lesz képes megvalósítani. Jackie amellett érvel, hogy teljes önellátásra képes autonóm menedékvárosokat kell építeni 8 milliárd ember kompakt elhelyezésére. És ennek a modellnek az az előnye, ahogy Jackie állítja, hogy így az egész emberiség túléli. Az emberi lét minimális meghosszabbítása az első modellhez képest már 4-5 év. És ha létrejön az éghajlat szabályozására alkalmas technológia, akkor 15-20 évvel azután, amikor a Föld átlépi a ciklus csúcspontját, megkezdődhet a bolygó újjáépítése. Jackie 19,5%-os valószínűséget tulajdonít a második modell megvalósulásának, ez Jackie optimálisan kiszámított matematikai modellje. Van egy harmadik lehetőség is, aminek megvalósulása nem valószínű, mert ezt a döntést maguknak az embereknek kell meghozniuk, nem pedig a hatalmon lévőknek. Ez a harmadik lehetőség az alkotó társadalom felépítése. Az alkotó társadalom az, amikor az emberek egyetlen emberi civilizációvá válnak, azaz a fogyasztói formátumot alkotóra változtatják, nem hárítják tovább a felelősséget mások vállára, mely azt jelenti, hogy az egész emberi civilizációban egyszerűen nem lesz senki sem fent, senki sem lent, amikor egyenlőség lesz, és az emberek valóban szabadságot nyernek. Ha az egész emberiség konszolidálódik, összefog és minden tudományos erőforrást a civilizáció technikai fejlődésébe fektet, nem pedig annak elpusztításába, akkor az emberek hozzáférnek az éghajlat kezeléséhez szükséges ismeretekhez és nem sok máshoz. A harmadik lehetőség valószínűségére csak 0,5%-ot tulajdonít, és azt mondja, hogy ez a számítás is kissé túlbecsült. Jackie nagyon szkeptikus az emberekkel kapcsolatban. Biztos benne, hogy nem fognak megváltozni, és nagyobb valószínűséggel fogadják el majd az első utat, mint a harmadikat. Jackie szerint természetesen, jelenleg a választás egyértelmű, ez egy egységes civilizáció egyetlen kormánnyal, és egyszerűen nincs más lehetőség. Jackie azt javasolja, hogy összpontosítsunk a matematikai modelljére, amelyben Kína kulcs szerepet játszik. Kína az egyike azon országoknak, amely a leginkább érdekelt a modell felépítésében, mivel az Egyesült Arab Emírségekhez és néhány más országhoz hasonlóan az elsők között van, amelyek területe hamarosan lakhatatlanná válik. Jackie szerint egész Kínában csak 254 négyzetkilométeres terület marad arra, ahol autonóm menedékvárosokat építhetnek, melyekben 33 millió ember él majd. A fennmaradó területek teljesen alkalmatlanok lesznek az emberi létre.
Jackie számításai szerint világszerte mindössze 243 olyan terület marad, amelyek egyenként átlagosan 150 négyzetkilométeres területet foglalnának el, ami egyébként összhangban van a globális klímaváltozás problémáiról és következményeiről a Földön. Hatékony módszerek a kihívások kezelésére című jelentés nem publikált részének számításaival, 2014-es kiadvány. Jackie azt állítja, hogy ha Kína legfelsőbb vezetése úgy dönt, hogy belevág ebbe a küldetésbe, akkor egy ilyen lehetőség bekövetkezésének valószínűsége azonnal 19,5%-ról 99,5%-ra ugrik. Ez lehetővé teszi a teljes emberi populáció legalább 98%-ának megmentését. Jackie szerint az autonóm városokat teljes zárt életfenntartó rendszerként kell felépíteni. Más szóval, a városok építésekor figyelembe kell venni az épületek fokozott szeizmikus ellenállását, a külső sugárzás, a savas eső, a hurrikánszerű szél és más szélsőséges időjárási jelenségek elleni magas fokú védelmet. Mindent át kell gondolni, és nagyon kompakt módon kell elhelyezni. Minden város határát nem az emberek, hanem az éghajlat ellen kell megerősíteni. A legtöbb várost ráadásul egyik alakú betonkerítéssel kellene körülvenni, olyannal, mint egy autóspoiler, hogy a gyakran változó, intenzív szeleket a városoktól eltereljék. Azt is mondja, hogy az épületek magassága legfeljebb 12 emelettel lehetnek a földfelszínen, és legfeljebb 3,5 emelettel mélyedhetnek a földbe. Jackie számításai szerint a városnak egységesnek és kompaktnak kell lennie. Egységesen figyelembe kell vennie minden olyan teret, ahol teljes zárt körű életfenntartó rendszerek lesznek, az összes komponens szinte teljes lezárásával, mert figyelembe kell venni az oxigén, a széndioxid, a víz, a szerves gázok mély tisztítását, mely feladattal Jackie véleménye szerint jelenleg csak Kína tud megoldani. Példaként az épület műszaki leírásának részleteit hozza fel. Például a műszaki félemeleten légtisztító rendszerek, a rekuperáció, az egyéb szükséges létfenntartó műszaki rendszerek, mint az FFG rendszerek elhelyezését javasolja. A harmadik föld alatti emeleten hallgazdaságok elhelyezését. A második és az első emeleten állattartó és baromfi telepek elhelyezését. Az elsőtől a kilencedik emeletig egyéb mezőgazdaságot. A tizedik emelet a termelési vagy kutatási központoké. A 11. és a 12. emelet lakószintek elhelyezését javasolja, kapszulahotelek formájában, maximális tömörítéssel. Azt mondja, hogy mivel egy 150 négyzetkilométeres területen 33 millió embernek kellene elférnie, így egy emberre mindössze 4,5 négyzetméter jut majd. Ezért egy többszintes várost kell létrehozni, ahol minden centimétert maximálisan kihasználnak. És itt is természetesen a kínai, japán kapszulahotelek tapasztalata egyszerűen pótolhatatlan. Szintén fontosak Kína tapasztalatai a mesterséges intelligencia, a digitális videó megfigyelés és a társadalmi értékelési rendszerek felhasználásában a polgárok viselkedésének értékelésére és nyomon követésére. Jackie azt mondja, hogy mivel az autonóm menedékvárosok az egységes kínai ideológiát fogják használni, mely a mai napig a legjobb és minden bizonnyal a legközelebb áll az alkotó társadalom ideológiájához, és maguk a városok is a kínaiak tulajdonában lesznek, véleménye szerint teljesen helyén való lenne, ha az adminisztratív funkciókat, valamint felügyeleti és ellenőrzési funkciókat is rájuk bíznánk, hogy egységes rendet tartsanak fenn az egységes ideológia érvényesítése és az egységes szabályok betartása érdekében. Jackie azt javasolja, hogy a teljes kínai lakosságot osszák szét a városok között, így minden ilyen városban 5,5 millió kínai élne. Vagyis az embereknek meg kell majd érteniük, mondja, hogy ez nem egy nemzet felsőbbrendűsége az összes többi felett, hanem ez egy nép, egy ország, mely vállalja a felelősséget az egész emberiségért. És, hogy ne legyen megbántottság, egyszerűen senki más nem léphet be majd a társadalom hierarchikus felépítésébe. A városokba belépő többi más ember számára nem szabad különbséget engedni nemzetiségek, hitvallások stb. Között.
A szabályoknak, mondja, egységesnek kell lennie mindenki számára. A fokozatosan növekvő éghajlati katasztrófák miatt az emberek maguk is eljönnek majd a kínai autonóm városokba, és önként elfogadják majd a szabályaikat, csak hogy ezeken a menedékhelyeken maradjanak, és hogy túléljenek. A modern emberek pszichológiájából kiindulva Jackie még speciális szabályokat is kidolgozott ezekhez az autonóm kínai városokhoz. Azt mondja, hogy a városlakóknak, a kínaiak kivételével, akik adminisztratív és felügyeleti feladatokat fognak ellátni, egyenlőnek kell lenniük egymás között, nem szabad, hogy nemzetiségi vagy vallási alapú megosztottság legyen. A szabályok szerint a városba való belépéskor az embereknek mindent, így minden vagyontárgyukat, az összes ruhát, még néhány apróságot is kivétel nélkül az ellenőrző ponton kell majd hagyniuk a további újrahasznosítás vagy ártalmatlanítás céljából. Aki belép a városba, nem vihet magával semmit, de semmit, amely az illetőt az előző életére emlékeztethetné, se fényképet, se kapcsot, se fülbevalót, semmit. Az ellenőrzés után a személynek mesztelenül kell majd áthaladni az ellenőrző pontokon, ahol alapos orvosi vizsgálaton vesz majd részt, megkapja a szükséges ruházatot, és karanténba kerül, ahol majd további elhelyezésre vár majd. A karantén után a rokonokat és a szeretteiket szét kell majd választani különböző blokkokba anélkül, hogy lehetőségük lenne a további kommunikáció fenntartására. Ellenkező esetben, mondja, ha valaki rokonokkal és szeretteivel él, a múlt emlékeivel fog élni, viszályok lesznek, és nem lesz meg a kellő alap az egyesüléshez egy egységes civilizációba. Szerinte, aki a múltban él, az nem él a jelenben, és ezért a jövőjét sem teremtheti meg. Jackie szerint a város lakóinak minden agyi és fizikai tevékenységét egyetlen cél realizálására, az emberiség túlélése felé kell irányítani. És éppen a családdal való újraegyesítés reménye nagyszerű motiváló tényező lenne, és kedvezően motiválná és tükrözné a közösség minden egyes tagjának hatékonysági mutatóját. Jackie modellje a teljes lakosság teljes munkaidős foglalkoztatását is magában foglalja, melyet 12 órás munkanapban, 2-3 hetente egy szabad nappal tervez. És úgy véli, hogy ezek az intézkedések megszüntetik a szellemi tétlenséget. Szintén egy éven belül mindenkinek, aki a városba érkezik, el kell sajátítania a kínai nyelvet legalább alapfokú szinten, és 2 éven belül felsőfokú szinten. Jackie szerint ez azért szükséges, hogy minden ember ugyanazon a nyelven beszéljen. Tilalmat ír elő a kínai világkormány által a különböző nem engedélyezett társadalmi, szakszervezeti, politikai, vallási vagy bármilyen más szervezet létrehozására. Ugyancsak tiltott lenne minden vallási összejövetel, rituálé és szertartás gyakorlása. Jackie szerint persze mindenki hihet és imádkozhat Istenhez, de nem szabad, hogy joga legyen propagálni vagy akár csak vitatkozni ilyenekről. Az ilyen cselekedeteket a társadalmi minősítés teljes lenullázásával kell büntetni. Az ilyen intézkedésekre azért van szükség, hogy ne alakuljon ki belső konfrontáció és különálló csoportokra való szétválás, mivel ez veszélyeztetheti a város lakóinak ideológiai integritását, és így a civilizáció egészét. Ami a társadalmi rangsorolást illeti, Jackie azt javasolja, hogy mindenki, aki belép a városba, kapjon minősítést társadalmi kreditpontok formájában, mivel a városok társadalmi rangsorolási rendszerrel fognak működni. A pontok száma határozná meg a lakók életkörülményeit a városban. Más szóval, a magasabb rangsor az életminőség javulását, míg a rangsor csökkenése feltételek romlását jelenteni. A társadalmi minősítés teljes semmisététele az állampolgárság megvonásával lenne egyenlő, aminek következtében az illetőt egyszerűen kizárják a város közösségéből, és kényszerrel kirakják a falakon kívülre. Ezt lehetetlen lesz majd vitatni, mivel egyszerűen nem lesznek ügyvédek, bírák, börtönök a menedékvárosokban, mert ez területet és időt vesz igénybe. Jackie véleménye szerint jobb néhány ezer embert kitenni a városon kívülre, mint elveszíteni az egész civilizációt. Jackie úgy véli, hogy a szociális minősítési rendszer nem csak fegyelmezni fogja az embereket, hanem fel is készíti őket az alkotó társadalomra.
Ennek a rendszernek köszönhetően minden emberben fel fog ébredni az emberség, és az értékek egy közös ideológia szerint fognak kialakulni. A kínai adminisztráció pedig a hét mindennapján, 24 órában nyitva tartó digitális megfigyeléssel, professzionális és önkéntes informátorokkal, valamint a közösség egyéni emberi hatékonyságával rendszeresen frissíti ezeket a besorolásokat minden állampolgára számára. Jackie szerint a kínaiak maguk is nagyon fegyelmezettek, és így képesek fegyelmet tanítani majd másoknak.